az az érzésem, hogy az életemnek a végső értelmét a gyerek nem fogja tudni megadni. Nagyon sok embert látok, akinek gyereke van, gyerekei vannak, és mégis értelmetlennek látja az életét. Szóval ettől nem remélem a végső megoldást. És mitől reméled az életed megoldását? Hát, attól, hogy az Isten elrendezi, úgyhogy elrendezi úgy az életemet, hogy értelmét lássam az egésznek. És erőtlennek érzem magamat ahhoz, hogy én magam elrendezzem. Ne bomolj, Bandi. Éppen te adnád föl, aki éles, tiszta, emberi küzdelmekhez szoktál? A tőlem telhető, persze. Meg kell tennem, azt érzem is, hogy tőlem telhető, meg kell tenni. De ha fiú lesz, aztán nem fogom arra nevelni, vagy arra ösztökélni őt, hogy őt is ázzon. Minden gyerek az apját felül akarja múlni. És ez nyilván egy hosszú görcsöt jelentem neki. Ha lány lesz, akkor pedig olyannak nevelem, ha tudom, mint amilyen az anyja. Baltó Márton, hát most beszélj a papával. Beszélj a papával. Kire hasonlít? Papára. Márton. Mart. Ezt a falut azért szeretem, mert itten még fehérek a házak. Mert az ország amúgy borzasztó színű lett. Legalábbis számomra. De itt talán, ebben a házban még otthon érezhetem magamat. Először az Alföldön akartam venni egy elhagyott anyát, de aztán mégis valahogy ide keveredtem. Talán azért is, mert ilyen volt apám szülőháza. Végül is nem mindegy, hol éli le az ember a hátralévő idejét. Ha Pesten végképp ellehetetlenülök, akkor leköltözöm ide. Itt valahogy nem pörgök túl. Öreg asztalostól 1300 forintért. Most éppen egy bölcsőt bütykölök. Ez a munka valahogy kitölti az életemet. Néhány deszkadarabból életre kelt az ember valamit. Egy bölcsőt, egy asztalt, egy lócát, amihez éppen kedve van. És ez végül is komoly dolog. A lehető legkomolyabb. Nem igaz? Nézzetek körül. Ez nem státuszszimbólum. Ez igazi menedékhely. Itt majdnem mindent mi csináltunk. Az anyám, a nővérem, mi ketten a feleségemmel. Meszelést, tapasztást, sok minden. Szép szemes kályáink is vannak. A csempéket szinte egyenként gyűjtöttem, Somogyban meg Zalába, poros padlásokról. Szóval van itt minden. Ágy, tűzhely, asztal, szék, ronyszőnyeg. Kint az udvaron kut is van. Egy szóval lehet itt élni. Én legalábbis bízom ezekben a fehér falakban. Igaz, hogy akik itt laktak, azok elmenekültek innen. Én meg úgy néz ki, éppen ide menekülök. Ők a várostól várják az életük megoldását, én meg innen a világ végétől. Persze az az igazság, hogy szeretnék, hogyha lenne néhány gyerekünk, hogy legyen kér dolgozni. A gyerekek biztos nagyon örülnének az udvarnak, meg ha majd lesz hátul az istálóba egy ló. Akkor talán kanyarodjunk vissza újra az öttusához. Mit tennél, ha
kineveznének szövetségi kapitánnyá. Például holnap fölkérnének, és kineveznének. Nem olyan egyszerű az, hogy csak úgy ukmukfuk kineveznek. Nekem először is világos feltételeim vannak. Ezt mindenki tudja, elmondtam a televízióban, ország, világ előtt. És ameddig ezeket a feltételeket nem teljesítik, addig én sem vállalhatok semmiféle vezetőtisztséget. Amit elmondtam, a magyar rötös a sport érdekében mondtam el, tehát nem vonhatom vissza. És ismerem is annyira a sportág jelenlegi helyzetét, meg értek is annyit hozzá, hogy határozott véleményem legyen a jelenlegi helyzetről. Én ugyanis látom, hogy a sportág a 70-es évektől kezdve fokozatosan süllyed, hanyatlik. Azzal együtt, hogy 72-ben nyertem még egy olimpiát, ez benne volt még a lábamba. A 60-as évekből benne maradt. És akinek nincsen hájuk a szemén, az látja, hogy ez a döglődés, ez nem véletlen, hanem törvényszerűen következik abból a légkörből, amelyben az öttusa él. A légkört persze nem meteorológiailag értem, hanem erkölcsileg. Tehát a vezetés vétkeim mellett bőven beleszámítom azokat a bonyolult társadalmi folyamatokat, amelyek a teljesítményt meghatározzák. Régen, amikor a hidakat felépítették a tervezőmérnöknek, a terhelési próbánál alá kellett állnia, és ha itt leszakadt, ő sem maradt szárazon. A magyar öttusa sportban ma ez nem így van. Sajnos. Mert akinek alá kellene állniuk, azok közül senki se hajlandó. Leszakadóban van a híd, mégis mindenki úgy csinál, mintha semmi se történt volna. És én az ilyen magatartást sokkal nagyobb átoknak tartom, mint magának a hídnak a leszakadását. Én még annyira balak nem lehetek, hogy be is besétáljak a híd alá, azok helyett, akik elherdálják a sportág ügyét. Nyakamba zudulna az egész hóbelevanc, és még hagyján, hogy agyon nyomna, de még a felelősséget is rántukmálnák. És az a tébőjétő itt ebbe az egészbe, hogy az sem nyugtat meg, hogy kívül vagyok. Mert érzem, hogy tudnék segíteni. Az a bizonyos két repülő megint bennem van. Mennék is, maradnék is. De én most nem is erről szeretnék beszélni, hanem egészen másról. Súlyos gond az, hogy az öttusa csupán néhány tucat ember ügye. Ezt a hátrányt kellene valahogy előnnyé fordítani. Talán éppen azért, mert kevés embert érint, könnyebben kiválogatódnak azok a tehetséges fiatalok, akikben a tehetség mellett elszántság is van, és kisebb kockázattal lehetne kísérletezni. A világban széltében, hosszában folyik az alibi gyártás, és az a teljesítmény szerinti igazságos megítélést nem lehet széles körbe bevezetni, mert olyan sok embert kellene leváltani, meg kirúgni, hogy leállna az egész gépezet. De az öttusában, mint egy kis szigeten, ki lehetne próbálni, hogy mire képes az ember, ha biztos abban, hogy igazságosan ítéli meg azt, amit ő csinál. Pontosan ki lehetne mutatni, hogy milyen összefüggés van az igazságosság és a teljesítmény között. És ez a tapasztalat hasznára lenne mindenkinek. Mert nyilván, ugye sportoló, de általában a küzdelmet vállaló ember nem csak fizikailag sérülhet meg, hanem lelkileg is. A fordított döntések megsebzik az igazságérzetét, és a teljesítménye visszaesik. Egy darabig ágál, összeszorítja fogát, gyerünk csak azért is, de aztán kezd lankadni, fáradni. A mai magyar öttusában rengeteg energia így sikkad el. És az ilyen sérülések makacsok. Nem lehet prémiumokkal meg odalökött kedvezményekkel begyógyítani. A légkört kell tisztává tenni, igazságossá. Csak ez hozhat gyógyulást, semmi más.